Idén is elkészítették a Család és Gyermekjóléti Szolgálat előző évi munkájáról szóló beszámolót. Borosné Simon Zsuzsanna, az intézmény vezetője elmondta, a tavalyi év sem volt szokványos a pandémia miatt, de sokat tanultak már 2020-ból, így könnyebben vették az akadályokat. Az ellátási területünkben nem történt változás a tavalyi évben, ugyanúgy Bátaszéken, Alsónyéken, Alsónánán és Sárpés községekben láttuk el a feladatainkat. Három családsegítő végezte a tavalyi évben a településeken a szakmai munkát. Hát a november-december az egy nagyon nehéz időszak volt, mert október 31-én egyik kolléganőnk elment tőlünk, és sajnálatos módon nem találtunk új kollégát, tehát azért az nagy kihívás volt ez az évvégi két hónap, de megoldottuk, és nagyon helytálltak a kollégáink. A társult településeken közel 500 ügyféllel dolgoztak a kollégáink. A 2000 tavalyi évben Bátaszékvárosban 356 ügyféllel dolgozott a három kollega, ebből 104 fő volt az, akivel hosszú távú szociális segítő munkát végeztek. Többen voltak ugye egyszeri segítségnyújtásban, de ez az egyszeri segítségnyújtás is azt jelenti ugye, hogy amikor az ügyfél hozzánk fordul, akkor azon az alkalom, vagy akkor lezárható maga az a probléma, amivel ő hozzánk jött. De lehet, hogy ő azon az adott héten háromszor is jön, mert őnek három alkalommal van valamilyen problémája, amiben szükséges az, hogy segítsünk. Folyamatosan biztosítani tudtuk egész évben az ügyfélfogadásunkat, a klienseinkkel a személyes kapcsolattartást, a családlátogatások azért folyamatosak voltak, 627 alkalommal történt egész évben személyes kapcsolattartása az ügyfeleknek az otthonában, tehát azért azt gondolom, hogy ezek a számok így magukért beszélnek. Szolgálat működteti a településen az észlelős jelzőrendszert is, ami azért fontos, mert ezen keresztül jutnak el olyan emberekhez vagy gyerekekhez a szakértők, akik valamilyen segítségre szorulnak. Tavalyi évben 115 jelzés érkezett intézményünkbe. Hát a legtöbb az oktatási intézményektől, ugye iskolai hiányzások főleg, de érkeztek jelzések a gyermekek elhanyagolásával kapcsolatosan, itt fizikai, lelki elhanyagolással kapcsolatban magatartászavar az, amit még jeleztek felénk, illetve a családon belüli konfliktusok szülők életvitelével kapcsolatosan is jöttek jelzések. Ilyenkor mi felkeressük a családokat, ugye megtörténnek az első interjúk, és akkor feltérképezik a családsegítők a problémát, mert nagyon sok esetben ugye a mi szakmai munkánkban nem az a valós probléma, amivel esetleg az ügyfelek hozzánk fordulnak, vagy amit éppen jeleznek, hanem ugye itt a mi interjúkkal azért kiderülnek olyan részletek, hogy teljesen más az, ami magát a nehézséget, illetve a gondot generálja. Sok esetben szükség van arra, hogy bevonjunk pszichológus, pszichiátert, vagy bármi más külső szakemberi segítséget. A munkájukat nehezíti a sok adminisztrációs feladat és egy országosan bevezetett új rendszer is, de mindezek mellett nagy hangsúlyt fektetnek az adományozásra és a különböző programok szervezésére is. Biztosítottunk egész évben ruhaadományokat. Tavalyi évben ruhabőrzét nem tartottunk a veszélyhelyzetre való tekintettel, de a bútoradományaink is folyamatosan működtek, ott közvetítő szerepet töltünk be, mert nincs raktárunk, ezért nem tudjuk ezeket a bútorokat itt hosszabb ideig tárolni. És hát csináltunk csetresbőrzét, aminek nagyon nagy sikere volt, ezt eddig egy alkalommal csináltuk, és hát igyekszünk bővíteni ezeknek a programoknak a körét még az idei évben is. A nyári játszóházunk az, ami már nagyon-nagyon sok éve működik, azt hál' Istennek minden évben eddig meg tudtuk tartani. Ez a tavalyi évben is működött az iskola, ahogy véget ért az iskola, ugye attól az időponttól addig, amíg el nem kezdődik az iskola, minden pénteken szerveztünk, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kis tartalmas, érdekes programokat.
Ezt az idejében is szeretnénk megtartani, már össze is állt a programunk, elkészültek az értesítések. Eleinte úgy kezdődött még jó pár évvel ezelőtt, hogy a rászoruló gyerekeknek lett meghirdetve, de nem most a városban élő gyerekek részére bárkinek látogatható, bárki igénybe veheti, illetve a csatolt kis településeken, amiket felsoroltam az elején, tehát onnan is nagyon nagy szeretettel várjuk a gyerekeket, sőt az idejében lesz egy programunk, ami az alsónyék játszótéren lesz megtartva. Úgyhogy szeretnénk bevonni az ottani gyerekeket is ezekbe a programjainkba. Én szeretnék köszönetet mondani Változékváros polgármesterének, jegyzőasszonynak, a jegyzőasszonynak, a hivatal dolgozóinak, az intézményeknek, civil szervezeteknek, a lakosságnak, és hát nem utolsó sorban az önkénteseinknek, akik segítették a munkánkat a tavalyi évben. És hát itt szeretném megköszönni a kollégáknak azt a lelkiismeretes és kitartó munkát, amit egész évben végeztek. Thank you.